Új vasbeton alaptestek a Pelikán bevásárlóközpont alaksorában. Ezek a felvételek 2 évvel ezelőtt készültek, a város egyik legforgalmasabb pontján. A felújítás során az épület tartószlopait megerősítették, melynek keretében a buszpályaudvar is megújult. A fejlesztés idén 2 ütemben folytatódik. Ez már a bevásárlóközpont legfelső szintje, ahol jelenleg az új tetőszerkezeten dolgoznak a szakemberek. Az épület közel 3000 négyzetméteren kap új tetőt. Ez azért is volt szükséges, mert a nagy forgalom miatt a térburkolat alatti vízszigetelés több ponton megsérült, és ezáltal ugye beálltak az üzleteink, illetve a közösségi területek több ponton, és ezt hivatott véglegesen megszüntetni ez a tető, de természetesen szem előtt tartottuk azt is, hogy a vásárlóink egy fedett, nyári időben hűvös, egy komfortosabb parkolóban tudjanak parkolni. Ez pedig már az a látványterv, amin a bevásárlóközpont új külseje látható. Az épület dizájnja évek óta nem változott, ezért kiemelt cél, hogy a 6000 négyzetméter alapterületű 5 szintes komplexum modern külsőt töltsön. Friss burkolatot helyeznek el a homlokzaton, valamint új reklámtáblák kapnak helyet az épületen. A felújítás a főbejáratot is érinti. Nagy munkálatokban vagyunk. Lecseréljük a régi barna keretes függönyfalat, ezáltal a régi forgóajtók, nyílászárók azok kikerülnek a jelenlegi helyükről. Egy új függönyfal kerül kiépítésre, egy szélfogós rendszerű 4 méter fesztávolságú, tehát nagy áteresztő képességű tolóajtókkal, tehát ezáltal is megkönnyítve ezen való közlekedést. A fejlesztés a jövőben sem áll meg, a tervek között szerepel a parkoló szintek külső, illetve a belső közösségi terek festése, valamint a világítás korszerűsítése. A jelenlegi munkálatok szeptember végéig tartanak.